folyik a csoport foglalkozása a karcagi bölcsödében. Ide is sok, ma úgy mondhatnánk, különleges keresztnevű gyermek jár. Persze mindig viszonylagos, hogy mit tartunk különlegesnek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2000-ben születettek körében a leggyakoribb női keresztnév a Viktória volt, a második a Vivien, a harmadik az Anna. Ugyanebben az évben a fiúknál a Dániel, Dávid, Bence volt a három legnépszerűbb keresztnév. Gúrján István vagyok, István királyról kaptam a nevem. A 2022-ben született lány kisbabák közül viszont a legtöbb a Hanna nevet kapta. A második legnépszerűbb női keresztnév a Léna volt 2 éve, majd a Zoé. A fiúknál a Dominik, Olivér, Levente volt a sorrend. Én szerintem a szülőket irányítja ez is időnként, hogy olyan nevet adjanak a gyermekeiknek, amivel külföldön is boldogulnak, tehát ugyanúgy mondják, esetleg a kiejtése lesz más. A jelenlegi szabályozás szerint ma Magyarországon csak a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által jóváhagyott keresztnevekkel lehet újszülötteket anyakönyvezni. E hivatalos lista havonta frissül, és az akadémia honlapján elérhető 2024. március 1-én 2622 női, illetve 1970 férfi nevet tartalmazott.